Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Felső Zsolca Város Önkormányzat a képviselőtestületben nevében. Külön megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy én köszönhetem Önöket Tóth Lajos polgármester úr távollétel miatt. Egyetlen egy gondolatot szeretnék elmondani, és feltette magamnak a kérdést, amikor ezt a köszöntőre készültem, hogy ki is ez a Venkei Zoltán. Hát a művei alapján láthatjuk, hozzáolvastam. 1936-ban Miskolcon született, 1973-ban Kossuth díjat kapott, 1983-ban 47 évesen meghalt. Nyakérrel az átmozátorunkban. Fiatal kora ellenére művészi pályáját több szakaszra lehet osztani, ezt majd az utódaink fogják mondani. Egyetlen egy mondatot, hogy nagy öröm és megtiszteltetés Felső Zsolcára, ha bár hagyomány városunkban, hogy mindig komoly és nagy kiállítások vannak. Ez a grafikus művész kiállítása is nagyon Európa szintű, megbecsült művészről beszélünk, és öröm nekem az, hogy a városban ezt kiállíthatjuk, valamint az is, hogy köszönetet kell mondanom, hogy itt lehetnek, ebben a melegben is, illetve azoknak is köszönetet kell mondanom, akik közreműködtek abban ezt a városunkra kiállítani. Köszönöm szépen! Ez évben hunyt el Lenkei Zoltán, 30 éve, 1983-ban hunyt el, 1936-ban született Miskolcon, 1000 szállal kötődik Miskolchoz, de 1200 szállal kötődik ehhez a vidékhez, hiszen a mai Izsófalván nevelkedett a nagyapánál, és ahogy mint minden miskolci, hát hogy mondjam, most egyszerű szót akartam, de ne pejoratív értelembe érték, rendes paraszt gyerek volt. Tehát ez most minden jó értelembe, ami emögött a tényleges földmunkát, az ember szeretetet, a föld, az állat szeretetét jellemzi, ő ilyen volt.
természetes, földes gimnáziumba járt, utána a Képzőművészeti Egyetem. Ugye az 50-es, 60-as évek úgynevezett nagy merítésébe bekerültek az ilyen fiatalok, tehetséges fiatalok, és akik utána szerencsénk volt Lenkeivel, Miskolcnak, és szerintem a környezetének is, hogy utána nem maradt Budapesten, hanem a főiskola után visszajött. Tudni kell, hogy Miskolc az 50-es évektől a képzőművészetbe a grafikát választotta. Itt Feledi Gyulát kell említenünk, aki elérte azt, hogy abban a korban, ha belegondolnak, akkor ugye minden írógépet nyilván tartottak, de Feledi Gyula érte az, hogy az 50-es évek végén, 60-as évek elején a miskolci művésztelepen sokszoros írógrafikai gépek legyenek. 1961-ben elindult a Miskolci Grafikai Biennálé, ami ma már nemzetközi. Egy olyan seregszemle, ami akkor a 60-as években minden grafikust az országban oda vonzott. Így Kondor Bélát, Csohány Kálmánt, Rékasi Csabát, és természetesen Lenkei Zoltánt is. Kialakult egy olyan millió, amit ma már Miskolci Grafikai Műhelyként emlegetünk. Ez a Biennálé ma is tovább él. De így a 30. évfordulón a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria tagintézménye és a Lenkei Zoltán Közhasznalapítvány úgy gondolta, hogy több helyen bemutatjuk Lenkei Zoltán munkáit. Így került arra sor, hogy itt augusztus 20-án meg tudtuk nyitni Lenkei Zoltánnak egy kis kiállítását. Ez főleg részkarcait mutatja, életművéből egy villanásnyit, de megmutatja azt, ami a Dürer-i, Rembrandt-i grafikához kapcsolja, amit, hogyha egy ember megnézi ezeket, akkor már nem egy illusztrációt, hanem önálló műveket lát benne. Ilyenek ezek a képek, akik most itt Zsolcán, a Bárcai kastélyben vannak. Lenkei Zoltán, én 1971-ben kerültem Miskolcra, akkor végeztem az egyetemet, és gyakorlatilag ő volt az első művész, akit megismertem. Abba a grafikus társaságba tartozott, akik a Kondor nemzedék művész csoporthoz tartoztak, tehát a Csohány Kálmán lent volt, a Rékasi Csaba, és Feledi Gyula, aki ott dolgozott, és hát mondanom se kell, hogy oszlopos tagja volt Lenkei Zoltán. Az ő grafikai művészetében gyakorlatilag a vonal, a folt egyformán nagyon fontos, ugyanakkor a kortársait is szinte fel lehet lelni a művekbe, de mégis Lenkei Zoltán, az a korosztály, aki az akkori avantgard irodalomba és a zenéhez is kapcsolódott, ugye itt is vannak Edgar Allan Poe-tól illusztrációk, akikre Camus nagyon hatott, de zenébe Penderecki nagyon hatott rájuk, azok itt mind visszatükröződnek a munkákon. Fantasztikusan változatos, nem csak témájában, hanem grafikai, szakmai megoldásaiba is. A folttal nagyon szépen bánik, egy úgynevezett akvatintás eljárás, amit ő szakmailag zseniálisan képvisel. És hát ők még az a nemzedék, Lenkei is, akik bátran felvállalták az érzelmeket. Tehát nyúltak irodalmi, zenei művekhez, parafrázisokat készítettek belőle, és nem csak a szigorúan vett szakmaiságot, hanem a lelki dolgokat is felvállalták, de azt úgy tudták tálalni, hogy ez ne legyen érzelmes, de mégis egy komoly mondani való tükrözze. Ilyen volt Lenkei Zoltán alkotói habitusa, hozzáállása, hogy amik jellemezték, azok a motivumok, a szép nők, a lovak, a madarak, a szabadságeszmény, a föld tisztelete, az ember tisztelete, kíváncsisága, mind visszaköszön önállóan szövegek nélkül is alkotásain. Ez természetesen párul egy bravúros technikai tudással is. Ugye a részkarcról tudni kell azt, hogy amikor megcsinálja az ember, akkor negatívba kell, tehát a kezdők tükörrel is szoktak vele dolgozni, de ő enélkül dolgozott vele. Egy nagyon technikai, műhelyigényes művészeti, ha lehet azt mondani, ágról van szó, amelynek Lenkei virtuóza volt. Úgy gondoljuk, hogy itt Szent István ünnepén az, hogy Lenkei Zoltán nem kapcsolódott közvetlenül Zsolcához, de miénk volt, ízig-vérig magyar, Bulgáriában is mindenütt magyar volt. Természetesen nem úgy fogta fel, mintha hogy ma néhányan gondolják, és nem is való ide ez a politikum, de hogy Szent István ünnepe, Szent István az államnapraítás, és most már Lenkei Zoltán is egy hagyomány. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon fontos hagyomány, amit minél több helyen, minél több emberhez
el kell jutatnunk, bemutatnunk, hogy megismerjék, élvezzék a művészetét, és ráismerjenek, én úgy gondolom, nem csak Lenkeire, hanem önmagukra is az emberek, vagy önmaguk által átért érzelmekre, gondolatokra. Ezért tartom fontosnak, és ezért köszönném meg itt az intézménynek, Zsolcán, hogy befogadta ezt a kis kiállítást, és mindenkinek sok szeretettel és nyílt szívvel ajánlom.